Mint ahogy az utasok jámborabjának szokása gyakorta, amikor valami szentliget, vagy holmi szentelt lugas akad útjába, hogy ott fohászt mondjon, gyümölcsöt áldozzon, kis időre ott ülve maradjon, így teszek magam is, amint egy tisztelt városba lépek, s bármennyire sürgető és utam, kegyeitekbe kell magam ajánlanom, köszöntő beszédet kell tartanom, és sietségemet meg kell tartóztatnom. De hiszen ez a város sem kevesebb okkal késztet a kegyes elidőzésre, mint amennyivel akár egy lomboktól árnyékolt barlang, akár egy szarvakkal tele aggatott tölgy, vagy állatbőrökkel koszorúzott bükk készteti a vándort. Hiszen semmiség ez mind, s ha az a néhány, aki felkutatja jámboran, imádságra méltatja is, a többi fel sem figyel rájuk, s elhalad mellettük. A görög és a római retorika gondosan kidolgozta a városdícsérő beszéd műfaját. Díszt kölcsönöz a városoknak polgáraik erénye, melytől tekintélyüket nyerik. Ebben az összefüggésben kell emlegetni az épületeket is, ezeknek tisztes mi voltát, hasznát, szépségét és alkotóit kell magasztalni. Hogy jó példával szolgálhassunk, tekintsünk körül a délvidéken, és időzzünk el egy északbánáti kisvárosban. Török Kanizsa igazán megérdemli a laudációt. Él ebben a városban egy helytörténész, Szabó József, aki különös előszeretettel gyűjti a szülővárosára vonatkozó adatokat. Főleg a történelmi családok érdeklik. A helytörténész kitartó feltáró munkával visszahozta a köztudatba Török Kanizsa nagyszülöttét és legendás hírű főszolgabíróját. Talján Emil élete megoszlott a közügyek intézése és a vadász szenvedélynek való hódolás között. A 19. század végén és a 20. század elején világutazó vadászunk messzi tájak vadászparadicsomait járta be, s rendszerint meg annyi ritka trófeával, meg gazdag vadászélménnyel tért vissza. Útinaplójában így ír. Már csak 80 lépése lehettem a két vastag bőrű kolosszustól, amikor hirtelen meghallom a rinocérosz madaraknak élesen süvítő füttyét, melyet a haszontalan szárnyasok, melyek szintén a rinocérosz testéből élnek, a közeledő veszélyre figyelmessé teszik az ételt nyújtó gazdájukat. E pillanatban felugorva átveszem a nagy puskát kísérőmtől, és készülök a lövésre, mert praxisból tudom, hogy amint a madár elvisítja magát, akkor már a rinó mozogni kezd. Szerencsére csak a kisebb állat mozdult meg, és néhány lépést előre téve a nagyobbiknak testét teljesen szabaddá tette, minek folytán alkalmam nyílt az 500-as acélgolyót, körülbelül a nagy blattyába lőni. Legendás hírű főszolgabíróról, Talján Emilről először gyermekkoromban hallottam. Nagyszüleim nem egyszer meséltek utazásairól, és azokról a dolgokról, ami ma már feledésbe merültek. Főszolgabírót személyesen ismerték nagyszüleim, ugyanis ők a Talján családnál dolgoztak, ők ismerték a család összes titkait, a rolluk mesélt dolgokat, történéseket, és mikor hazajöttek, sokszor ezeket a dolgokat szomszédjaiknak is elmesélték, és csak így tudta meg a törökkanizsai lakosság, hogy mi is történik a nemesség körébe. Úgy is éltem meg Talján Emilt, mint egy mesehőst. Így jeges medvéket értek haza, rozmárokkal. Akkor még nem is láttak ilyen állatokat itten Török-Kanizsán, se képenről, se élőben. Talán visszavezethetem ezekre a mesékre, legendákra, hogy megszerettem a történelmet. És ez a bűvölet, ez a varázs, történelem varázsa mai napig él bennem. Ezelőtt 25 évvel kezdtem helytörténeti kutatásokkal foglalkozni, és sokszor kutatásaim során ráakadtam Talján Emil nevére, és rájöttem arra, hogy ezek nem voltak gyermekkorom meséi, hanem ezek egy igaz történetek,
voltak. Ez a legendás világutazó és azok a kalandok, amelyek ugye a földgolyó szinte minden szögletébe történtek vele, ilyen misztikussá tették a 900-as évek eleje, tehát az, amikor tehát gazdag, jómódú, birtokos család fiatal tagjai, tehát egy divatos sportot űzhettek, ez volt a safari, elsőbb a Kelet-Afrikába, és innen Vajdaságból, tehát Talján Emil mellett Vojnich Oszkár, Arzén Damaszkin és Fernba Bálint volt, akik bejárták a bozótot, tehát Kelet-Afrika szavannás területeit, de Emil Talján eljutott Dél-Amerikába is, emellett Indiába, Ceylon szigetére, és még az északi sarkör vidékét is, tehát elsősorban Ferenc földet is meglátogatta, itt is vadászott. Tehát ő volt az egyetlen ebből a négyesből, aki valóban hát Észak-Amerikát kivéve, tehát mindenfelé vadászott. Szenvedélyes vadász volt, de vadászati nemesek voltak, tehát tisztelte az ellenfelet, a vadat, elsősorban a nagy vadakat. Nagyon szorgalmas gyűjtő volt, nagyon sok anyagot hozott. Talján Emil életútját végigpásztázva ráébredtem arra, hogy különös ember volt. Különös, mert nagy érdeklődést tanúsított az ismeretlen dolgok iránt, vonzották az idegen tájak, a természeti szépségek és az állatvilág. Először csak a természet, a botanika szeretete, később vadászszenvedélye csábította el távoli világrészekre. Vadászútjairól rendszerint különleges trófeákkal és egzotikus növényekkel tért haza szeretett szülővárosába, amit építgetett, szépítgetett. Előttem van egy fénykép, amely gyűjteményének egy részét ábrázolja kastélyában. A rengeteg trófea Talján Emil bátorságáról tanúskodik. A biológusok fájdalmat éreznek, ha látják a természet pusztítását, rombolását, ezért nemigen kedvelik a vadászokat. Én mégis úgy érzem, hogy korának általános divatja lehetővé tette a vadászat űzését. Ezt szem előtt tartva bizton állítom, bátorság nélkül nem lehetett szembeszállni egy elefánttal vagy egy tigrissel, bátorság nélkül nem lehetett rabul ejteni egy majmot, elejteni egy gazellát. Múzeumi szakemberként már 20 éve tanulmányozom a Talján gyűjteményt. Ezt elsősorban Talján Emil gyűjtő tevékenységének köszönhetem. Nem csupán a puszta vadász szenvedélye vezette messze tájakra, és nem lőtt le mindent, ami mozgott, hanem arra törekedett, hogy valóban egzotikus trófeákat hozzon magával, és hogy azok kiemelkedő, szép példányok legyenek. Egy-egy ilyen vadász utazás előkészítése több hetet vett igénybe. Tehát ez abból állt, hogy térképeket tanulmányozott, úti könyveket, vasúti menetrendeket, a barátaitól érdeklődött, hogy melyik városba, kire támaszkodhat, ha valami gondja lenne esetleg. És ami a legfontosabb volt, hogy kellő gonddal összeválogassa azt a podgyászt, azt a készletet, amivel útra indul. Talán érdekességként el kellene mondani azt is, hogy konkrétan hogyan nézett ki egy ilyen vadászútja. 1900. februárjában Ceylonban volt elefánt vadászaton, Kolombótól mintegy 300 kilométerre, ugye a Magama folyó partján vadászott elefántokra a török-kanizsai főszolgabíró, és ez alkalommal 14 főből állt az expedíciója. Ki mindenki vett ebben részt? Itt benszülötteket fogadott föl, ők kalauzolták ezeken a vadregényes tájakon, sikarikat fogadott, tehát benszülötteket, akik fölhajtották a vadat, és akik idegen vezetők is voltak, de vitt magával szakácsot is, preparátort, teherhordót, ökörhajcsárt is. Ezek fontos, ugye, emberek voltak, és mindenki tette a maga dolgát. És amíg a benszülöttek
rizsen és zöldségfélén éltek, ugye, addig Talján Emil ott a vadonban is, viszonylag fényűzően múlatta napjait, jobbnál jobb konzerveket, kaviárt, finom gyümölcsízeket fogyasztott, továbbá rákot, szárított halat, csirkét, ananászt, banánt. Na most, mivel oldhatta a szomját? Kérdezhetné valaki. Erre a naplójegyzetében ad választ, méghozzá így. Hoztam magammal 200 flaskó szódavizet, elegendő mennyiségű viszkit, néhány üveg vörös portói bort, pezsgőt és konyakot, ne találni betegség esetére. Ezeket az utóbbiakat természetesen érintetlenül hagyom, s rendes italom reggel kókuszdióvíz, később viszki szódával. Ez az egyetlen ital, amelyet ezen óriás hőségben élvezni lehet, pedig sohasem bírom lehűteni 24 fok alá. Tehát ivóvizet nem fogyaszthatott, és többek között ez is gond volt. Hát gondoljunk csak Livingstonra, ő is csak viszkin élt annak idején. 20 segédem néhány lépéssel halad előttem. Hirtelen elkiáltja magát, nagyot ugrik, s visszafordulva a földre mutat. Ereimben megfagy a vér. Egy óriás kígyó. Boa constrictor iszonyú fejét pillantom meg, amely az összetekert gödzött lomha testen nyugszik. Lépésre emelt jobb lábamat az utolsó pillanatban rántom vissza, mert különben ráhágok a hüllőre, amely iszonyú utálatot és rémületet keltett bennem. Levágok egy erős ágat, megtisztítom a gajaktól, s a bestia közelébe érve hatalmas ütést mérek a fejére. Hogy szép bőrét biztosíthassam, kénytelen vagyok egy golyót a fejébe lőni. A golyó expanzív, és így az állatfeje egy pillanat alatt roncsá van lőve. Kalandos volt a hazatérés is, annál is inkább, mert megrakodva vadász trófeákkal érkeztek vissza, és hát ez mindig bizonytalan kimenetelű volt. Annál nagyobb volt az öröm, amikor több hónapos távollét után a főszolgabíró újra megjelent a török kanizsaiak körében, akik még hajnal 3 órakor is szívesen várták és fáklyás menettel köszöntötték, amikor egy-egy ilyen távoli útjáról hazaérkezett. Valóságos ünnep volt ez. Csak nagy vadász ember volt, sok trófeája volt, láttam ott bent a szobákba, lehet, hogy még most is megvan. Itt nem voltak ugye olyan állatok, csak úgy fényképről láttuk. Egyszer bementem oda, ott volt egy ismerősünk, inas volt, ott Fekete Jóska, és akkor megmutogatott ott a trófeákat. Sok minden volt. A húgom az bejárt oda, tenészeztek, és akkor is szedte labdákat annak idején. A trófeák muzeológiai szempontból is nagyon érdekes történetet rejtenek, mivel elsősorban a bécsi múzeumokban történt a konzerválás, preparálás, illetve a bőrök kikészítése, megvédése, és ez nagyon ritka dolog volt, nagyon drága, de gyakorlatilag annyira minőségi munka volt, hogy mai napig is ezek kitűnő állapotban vannak. Igyekeztek a múzeumok abban az időben, tehát bemutatni a különleges, egzotikus tájak állatvilágát, élőlényeit. Na most a muzeológiában manapság ugye egész más folyamatok és trendek vannak, ugye inkább már a természetvédelmen van a hangsúly. Nem csak vadászott, hanem nagyon élvezetesen el is tudta mondani vadász élményeit. Ugye aki olvassa a kötetet, az látja, hogy egy gyakorló tollforgatóról van szó, aki élvezetesen, zamatosan tud írni idegen tájakról, idegen emberekről, idegen kultúrákról, és érdekes fényképanyaggal tudja dokumentálni azt, ahol járt,
és azt, amit látott. Helyenként négy kézláb mászva a sűrű és tüskés dzsunglin keresztül, három órai nehéz cserkészés után végre meghalljuk az öreget, amelyet az elefánt az ágak letörésével okoz. Csak hamar megállapítjuk azt is, hogy az állat az általa kitaposott nyomon visszafelé tart felénk. E pillanatban nem lehetett tőlünk távolabb 25-30 lépést. Uszup kísérőm hirtelen megragadja kabátomat, és a dzsungli felé ránt az ösvényről, de már e pillanatban kibukkan a hatalmas állat ijesztő feje egy kaktuszfa mellől tőlem alig 10 lépésnyire. 500-as expresszemet gondolatnyi idő alatt felkapom, és a fegyvert a fejnek szem és fül közötti mélyedésére irányítva elsütöm. Az állat oldalra bukik, letörve teste nehéz súlyával a közeli bokrok ágait. Néhány percig várok, kémlelve, hogy nem ad-e magáról életjel. Az állat azonban meg sem mond. Néprajzi vonatkozású gyűjteményt is kialakított. Az eszkimók öltözékétől a ceylani orosz elefántvadászoknak a lándzsáitól, esetleg a brazil őserdő fúvó nyilaitól. Tehát olyan gyűjteményt tudunk itt őrizni, amelyek manapság semmiképp se gyűjtetők, hiszen ezek a népcsoportok szinte azóta meg is szűntek, tudva azt, hogy a manapság szinte havonta tűnik el egy-egy kisebb nép, tehát a kultúrájával, a nyelvével, szokásaival egyetembe. Akárcsak a többi békebeli bánáti vadászutazó, úgy Talján Emil emléke is halála után, 1911 után lassan feledésbe merült. A helybeliek, a török kanizsaiak szobrot emeltek a tiszteletére 1914-ben, Szentgyörgyi István bánáti szobrász készítette el. Egy Diannát ábrázoló féldombormű és Talján Emil bronzba öntött féldomborműve arcképe díszítette. Utána jött az egyik világégés, a másik. A gyűjtemény a két háború közötti időszakban még megvolt, a nagybecskereki, illetve még akkor még Torontál megyei múzeumnak múzeumra hagyta, múzeumnak adományozta, és a négy terem közül három terem Talján Emil trófeáival telt meg. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy az egykori Torontál megyei múzeumot is tulajdonképpen Talján Emil alapozta meg gazdag gyűjteményével. Ezeknek a trófeáknak a kalandos utazása folytatódott, és eljutottak a palicsi, akkori vadászati múzeumba, és miután ott ugye, hát elég szerencsétlen módon egy részét ugye tönkre is tette az időjárás, ellopták, sajnos ott ugye történtek elég csúnya dolgok, utána került ide hozzánk a Városi Múzeum raktáraiba. Hát egy időben ki is voltak állítva, de sajnos jelen pillanatban is csak egy nagyon kis részét tudjuk bemutatni. Néhány évvel ezelőtt a szorgalmas törökkanizsai helytörténész Szabó József vállalkozott arra, hogy kötetben is megírja Talján Emil a világutazó vadász történetét, életútját, életpályáját, sőt, ami ennél még fontosabb volt, hogy megkísérelte a lehetetlent, egy kiállításon egybegyűjtötte és bemutatta a törökkanizsaiaknak, a becskerekieknek és még néhány város közönségének azt a rekonstruált, visszaállított Talján Emil gyűjteményt, ami még elérhető volt. Néhány évvel ezelőtt egy vándorkiállítás során kiderült, hogy mennyire szeretik az emberek az ilyen típusú kiállításokat, ezt az egzotikus anyagot, és úgyhogy a vándorkiállításunk éveken át a legnépszerűbb kiállítások egyike volt itt Szerbiában.
és meglátogatta szinte minden nagyobb múzeumot, nagyobb helységet. Feljegyezték Bartók, mikor látott először kolibrit. Egyik színes ceiloni beszámolójában írja a török kanizsai Talián Emil, hogy elefánt, krokodil, vadbivaj mellett sok zöld és lila papagájt, élénk kék jegesmadarat, flamingót, pávát, pelikánt, röpülő rókát és dzsungelkakast lőtt. Würz plébános egzotikus bélyegeit, talán a kék Mauritiust magát is, jégmadártollát, Talián Emil küldte, hozta neki. Nem könnyű egy ilyen gyűjteményt rekonstruálni, még nekem, pompei filatelistának sem, hiszen kék Mauritiuszát immáron a Budapesti Bélyeg Múzeumban őrzik. És én, ahogy kutattam, mindig többet és többet találtam, mindig többet, és bebizonyosodtam arról, hogy igenis, Talián Emil kiadott könyvet. Sikerült néhány évvel ezelőtt egy véletlen folytán hozzájutnom, Pálnádba megvásárolnom egy Talián Emil kötetet, amely valóban könyvritkaság, és ezt a kötetet Szabó József barátomnak ajándékoztam, mert úgy gondoltam, hogy nála jobb helyen van, és neki ez fontosabb. Néhány hónapra rá egy másik barátom engem ajándékozott meg ugyanezzel a kötettel, illetve egy Talián kötettel, és így most nekem is megvan ez a könyvritkaság. Talián Emil. Nek a naplójegyzetei megjelentek a török kanizsai vidékébe, és én minden számát megtaláltam a Széchenyi könyvtárban. És ottan, ezt mind mikrofilmre vettem, és ott megtaláltam Talián Emilnek a naplójegyzeteit. De ugyanígy írt a Vasárnapi Újságban, Budapesti Vasárnapi Újságban és más újságokban. És akkor összeállt egy kép. Ezt a képet Talián Emilről jó magam leltem meg a török kanizsai plébánia padlásán, fehérre volt meszelve, és amikor lehoztam, akkor, mikor eltávolítottuk egy nedves szivacsal a fehér meszet, akkor bukkant elő ez a szép fotó, és ez központi helyet is foglalt el a kiállításon. Mikor megtisztítottuk a képet a portól, hát akkor láttuk, hogy Talián Emil puskával, egy őzzel maga előtt, hát az örömmem az határtalan volt, mert akkor láttam először a legendás hírű világutazó vadászt olyan főszerelésbe, hogy tényleg puska van a vállán, és hogy egy elejtett vad van előtte. Talián Emil az délvidéki történészek számára nem volt ismeretlen. 1987-ben Kalapis Zoltán vázolta fel elsőként részletesebben életútját és pályafutását a Régi Bácskai és Bánáti Utazók című kötetében. Néhány évre rá jómagam foglalkoztam vele egy cikksorozatban. Szabó József nem csak a Talián életművet dolgozta fel kötetbe, nem csak kiállításon mutatta be a vadásztrófiáit, hanem időt, erőt és pénzt, fáradtságot nem sajnálva azon ügyködött, hogy visszaállítsák Talián Emil szobrát az eredeti helyére. Ugyanis Talián Emil megcsonkított emlékműve a Filicsi Major egyik szegletében gaz és bokrok között várta jobb időket, és Szabó Józsefnek sikerült úgy megszerveznie a dolgot, hogy végül is összefogással, amelyben többen vettek részt, de ő volt ennek az eszmei szerzője és egyik fő kivitelezője. A szobor visszakerült eredeti helyére,
visszaállították Talján Emil arcképét, és egy nagyon szép szobor és könyvavató ünnepség keretében újra visszahozta a török kanizsaiak köztudatába Talján Emil nevét és életművét, tehát azt, amit nem is lett volna szabad sohasem elfelejteni. És ez annál is inkább érdekes, mert tudjuk, hogy itt a mi vidékünkön a háborúk általában csak eltörölték a föld felszínéről a köztéri szobrokat, különösképpen a magyar vonatkozású szobrokat, gondolok is elsősorban a nagybecskereki Kis Ernő szoborra, de még sok más ugye, emlékműre. Az őszvégi parkban tovább vívott harcod, a fáradt utókor kőbe véste arcod. Sokat jelent a számomra Talján Emil neve, családjának a története, és itt az irodában, szabadidőmben, amikor a régi anyakönyveket lapozgatom, akkor rábukkantam a nevére, az anyakönyvi bejegyzésekre, a keresztelési anyakönyv, a házassági bejegyzésekre. Megengedtem, hogy itt a parokján őrizzék egy jó ideig ezt a megrongált emlékművet, és utána itt hozták helyre újra, és innen állították a Talján Parkba újra vissza ezt a szobrot, ezt az emléktáblát, emlékművet. Nagyon sokat jelent a számomra, mondhatnám úgy is, hogy egy állomás. Ha sétálok Törökkanizsán, akkor egy fontos stáció az én számomra, mert megállok az emlékmű előtt, és ott eltöltök néhány pillanatot, és szinte megelevenedik előttem a múlt. Mert fontos számomra ez az emlékmű, úgyis, mint alkotás, Szava Halugin alkotása, de úgyis, mint aki tiszteli és becsüli a múltat, hogy valamikor voltak emberek, akik áldozatot hoztak, akik jót akartak a népüknek. A fiatalok nem tudják, hogy kicsoda. Újra kellett tanítani, és én meg is kértem a helytörténész barátomat, hogy ha már az iskolában nem tanítanak helytörténeti dolgokat, akkor legalább a hittanórán, nekem van itt 160 hittanosom, és a történész barátom minden hittanórán elmesélte Talján Emil történetét. Mondhatnám, hogy szájtátva hallgatták a gyerekek a történelmüket, mert kell, hogy ismerjük a történelmünket, hogy megbecsüljük a múltunkat. Akkor tudunk csak tovább lépni, akkor tudunk tovább alkotni. Ugyanúgy, ahogy ő tette, és a korabeli emberek, akik itt éltek akkor összefogással, szeretettel, békével. Itt a Talján Parkban egy egész kastély negyed van. Tehát itt több kastély. Minden a múltról beszél. De ez a beszéd, ez a békesség hangján történik. Itt minden a harmóniáról, a szeretetről szól. A sors iróniája, hogy Talján Emilt elsősorban vadász utazóként tisztelik. Viszont ugyanolyan jelentős az a munka, amit főszolgabíróként Törökkanizsa épülésére, fejlődésére, fejlődése érdekében kifejtett. Ugyanis ő volt az, aki fásította Törökkanizsát, aki Törökkanizsának és környékének egy egészségesebb életteret próbált biztosítani. Körülbelül a 200-300 házfacsemetét hozatott be Olaszországból, és a törökkanizsai főutcát és a sétányt, a tiszaparti sétányt befásította. Négy fajta, tudomásom szerint négy fajta hársat hozatott be Olaszországból, és talán az a kuriózima az egésznek, hogy annyira kiszámolta, hogy a hársak egymás után virágzanak két hónapig. Úgyhogy mai napig törökkanizsa két hónapig a hársfa illatba fürdik. Ő volt az az ember, aki megadta törökkanizsai mai arculatát. Láttam és le is írtam például
hogy 1896-ban az ő nevéhez fűződik a törökkanizsai járási kórház építése. Valamint 1896-ban a józsefalvai községháza építése. 1903-ban a Magyar Királyi Járási Bíróság építése. Az acetilén világítás a törökkanizsán, az utcai világítás. A törökkanizsai sétány, tiszaparti sétány kiköveztetése, kitégláztatása. 1903-ban megépített a saját költségén egy szegény házat. 1905-ben állami iskolát és óvodát építetett. 1980 testvérével, Bélával felépítette az első ipari létesítményt, a törökkanizsai selyemgyárat. És folythatatnám tovább. Minden középület és kultúr létesítmény az ő nevéhez fűződik. Ő a nép jó akarója volt. Mint főszolgabíró 22 községet irányított, mert akkora volt a törökkanizsai járás. Törökkanizsa, Józsefalva, Ókeresztúr, Gyálla, Ószentivány, Újszentivány, Szőreg, Deszk, Klárafalva, Kübekháza, Batyáháza, Magyar Majdá, Óbéb, Rábé, Oroszlámos, Egyházaskér, Fekete Tó, Kanizsa Monostor, Hódegyháza, Tisza Szent Miklós, Csóka, Szanád. Ez tartozott Török Kanizsához. Ahogy a régi rómaiak mondták volt, sic transit gloria mundi, így múlik el az evilági dicsőség. Hát valóban Talján Emil is erre a sorsa jutott, hogy az első világháború után már szinte teljesen feledésbe merült, és több évtizedig úgy nem is hallottunk róla, sőt, ahogy a törökkanizsaiak mondják, nem is volt ildomos emlegetni több évtizeden át. Talján Emil Szabó József visszahozta a törökkanizsaiak tudatába, és újra a Talján név újra közmegbecsülésnek örvendett. Fél tizenkettőkor a hajóhídon vagyunk. Az éjjeli nap kísértetiesen világít, a csillagok teljesen elmaradtak, de az éjfélnek oly isteni álmai és ördögi víziói, hogy az egyik pillanat az Isten országába, a másik pillanat az ördög országába ragad. A tengertől az égig csak egy az uralkodó anyag, a víz. Ebből van a jég, köd, a zuzmara. Előttünk egy áttörhetetlen jégkolosszus konokhatalommal állt a utunkat, mintha az északi sarki tájak rejtélyét akarná elfeledni, mintha csak azt kiáltanám, emberek, ami az én hátam mögött van, az nem a ti országotok. Nehéz a sorsa a helytörténésznek, a művelődéstörténésznek, mert ezek az áldatlan állapotok sajnos évekig, évtizedig tartottak, mindez megtette a magáét, és most már nagyon nehéz mindezt rekonstruálni, visszaállítani, de érdemes a nyomában szegődni egy Talján Emilnek, vagy egy Harnoncourt Félixnek, lehet, hogy egy Báró Nikolics Fedornak is, mert ha nem is tudjuk teljes egészében rekonstruálni, visszaállítani azt, ami volt, de meg tudjuk csillogtatni, és el tudjuk ragadni a feledéstől ezeknek az embereknek a nevét, akik meg is érdemlik, hogy ne feledkezzünk meg róluk.